ez is láttam, vízi paradicsom, amiket... Utazási katalógusokat mutat Tóth András, az egyik dunaújvárosi utazási iroda üzletvezetője. Állítása szerint Dunaújvárosban is egyre többen veszik igénybe az internetes utazásfoglalást, hogy minél egyszerűbben megszervezzék a nyaralásukat. A DSTV által megkérdezett emberek szerint az online foglalás valóban gyorsabb és kényelmesebb, emiatt egyre többször használják az internetet, ha utazni szeretnének. Neten megnézzük, és akkor elmegyünk, és elintézzük. Szeretem, mert kényelmes, gyors és megbízható. Nem szeretem rábízni a választást más emberekre, akik nem tudják az igényeimet esetleg. A szakember szerint azonban egy online iroda számos veszéllyel is járhat. A nagyon alacsony áru ajánlatoktól érdemes tartózkodni, vagy legalábbis nagyon körültekintően megnézni, hogy ki is szolgáltatja az utat. Én úgy gondolom, hogy vannak olyan oldalak, mondjuk, ahol valaki nem talál elérhetőséget, se telefonszámot, se e-mail címet, én mondjuk nem javaslom, hogy akkor azon az oldalon foglaljon, ahol viszont van, azért gondolom célszerű előtte esetleg felhívni az online irodát, hogy igazából mi is áll mögötte, illetve hátránya még az, hogy nincsen utas és utazási iroda kontaktus, tehát amikor bármi kérdése lenne, vagy bejön, vagy felhív telefonon, vagy leül és itt minden kérdését felteszi, azt ott nem feltétlen kapja meg. Tehát én úgy gondolom, ez a plusz hátránya az ez lenne igazából, ami én úgy gondolom, hogy azért valamilyen szinten hátránynak mondható egy online irodának. Annak érdekében, hogy biztosan elkerüljük a kellemetlenségeket, érdemes olyan utazási irodát választani, amelyek a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által nyilvántartásba vannak véve. Nekik ugyanis kötelezően biztosítékot kell letenniük, hogy kártalanítani tudják az utasokat, ha valamilyen oknál fogva csődközeli helyzetbe kerülnének.